aztán ez a másik hely, ahol lehet csodálkozni. Tehát nézzük már meg ezt a fát, ennek nem volt helye máshova nőni. Konkrétan egy 100 éves fa törzse benne van a patkába. Most komolyan mondom, ha Magyarországon egy ilyen lenne, így néznének ki az utak, milyen szinten lőnék fejbe a közútkezelőt, de tényleg. És így nézd gyalog, ez a gyalogos járda, ezt érdemes megnézni, ez helyenként 60 centi széles, helyenként 1 méter, helyenként meg 30 centi, mint például itt. És ez az ország leggazdagabb megyéje, Surrey. És nem lehet azt mondani, hogy ez az út nem egy forgalmas út, mert gyakorlatilag ez az egyetlen hozzáférési útvonal az A3-as autóúthoz, ami az egyik fő útvonal. Itt van ez a gyönyörű híd, ez is mióta itt lakok, azóta újították föl. Teljesen szétszették, teljesen felújították. Ja, hogy dupla sáv, tehát hogy két sávos legyen? Ah, fel sem merült, hát meg kerülgetjük egymást. Hát emberek, komolyan mondom, az infrastruktúra ebbe az országba így teljesen 19. századi. Teljesen le vagyunk 100 évvel maradva. Más baj nincs. Ezért nem baj, hogyha az ember nem autózik meg, nem csinál olyan dolgokat. Nézzük meg az út szélét. Komolyan mondom, mi ez? Tehát ennél cigányabb útépítési színvonal szerintem egész Európában nincs, és ebbe belevehetjük a Balkánt, meg mindent. Én voltam sok országban, de ilyet még nem láttam. Komolyan mondom. Na jó, ennyi a mai ideg baj.